Most akkor szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Ugye, amit ahogy múltkor mondtam is, ugye a mai előadás az a verdöni csatáról fog szólni, ez tulajdonképpen az emberiség történetének az egyik leghosszabb ideig tartó ütközete, hiszen bár több szakaszra bontható, egy nagy csatának kell tekinteni az egész eseménysorozatot, miután ugye ugyanazért a területért folyik. Nem lesz egyszerű, bár többekkel konzultálva úgy döntöttem, tehát nem lesz egyszerű végighallgatni, ha az ember igazából belegondol, hogy miért is folyt az ütközet, és hogy milyen áldozatokkal járt. Azonban többekkel konzultálva úgy döntöttem, hogy ahogy már nem egy alkalommal, most is megkímélem önöket a képektől. Tehát a katonáknak a szenvedéseiről szóló képektől most is el fogok tekinteni. Hozzá lehet férni, bárki megnézheti igazából, hogyha szeretné. Elsősorban a hadműveletekre fogok koncentrálni megint, illetve az eseményekre. Szerintem ebben az időben pont elég, hogyha ezt sikerül befogadni és megérteni, hogy pontosan miről is szólt ez az egész eseménysorozat. Ugye a két főszereplő, ugye a két tábornok, aki a ütközetek nagy részét le fogja vezényelni, az ugye Falkenhayn és ugye a német oldalról, francia oldalról pedig Petain tábornok. Őt talán nyilván többen ismerik, hogy még a II. Világháborúban is mint nemzeti hős, tehát tulajdonképpen Verdun miatt lett nemzeti hős, és a II. Világháborúban is így szerepel, tehát hősként. Majd azt döntsék el önök, hogy valóban annak tartják-e a döntéseit, illetve az ütközetben lejátszott szerepét. Lesz még egy főszereplőnk, akit hát most direkt előre nem fogok elmondani, ugye mert ismét egy meglepetés alkalom. Nem tudom, aki esetleg emlékszik rá még, amikor beszéltem a Schlieffenterv alapján támadó német seregről, úgyhogy akkor is, ugye, aki igazából egy meglepetés szereplő volt, az egyik vezérkari ezredes, aki leállította az egészet. Tehát most is lesz ugyanúgy egy ember, aki igen fontos szerepet fog játszani, annak ellenére, hogy az ő neve nem maradt fent. Tehát először gyorsan egy kis áttekintés. Ugye pontosan egy évvel ezelőtt, ugyanúgy februárban beszéltem a nyugati frontról utoljára, akkor az akkori, tehát a nyugati fronton lévő szövetséges offenzívákról beszéltem. Ugye ezért gondoltam, hogy először ugye Verdunről nem fogok beszélni, mert hogy túl egyértelmű, meg túl sokan ismerik a történetét, hanem inkább a Somme csatát fogom elmondani. Azonban gondolkoztam rajta, hogy a következőkben is inkább angol meg francia offenzívák fognak következni, így a 16-os események közül inkább a német offenzívát választottam mégiscsak Verdunnél, mert hogy ugye a másik, ami 16-ban lezajlik és óriási csata, az ugye a Somme ütközet, nagy vérvesztességgel szintén, ellenben hasonló folyik, mint az 1915-ös események. Így nem tudom, hogy aki esetleg volt itt tavaly, az még talán emlékszik rá, hogy mikről beszéltem. Ugye az volt az első olyan párhuzamosan lezajlott ütközet, ahol a franciák és az angolok nem együtt, hanem már külön-külön tudtak offenzívát indítani, vagyis hogy az angol hadsereg már akkorára duzzadt, hogy önállóan tud tevékenykedni, ugye nem csak védelemben, hanem saját offenzívát is tud indítani. Ugye ez folyamatosan folyik most is. Tehát ez úgy tehát erre a németek nagyon jól készülnek, hogy miután a francia hadsereggel megütköztek többször, illetve visszaverték az angolok támadását 15 végén, tudják, hogy az angol hadsereg folyamatosan nő. Ugye itt a Kitchener hadosztályokról beszéltem talán egy évvel ezelőtt, hogy az önkéntes hadosztályokat hogy elkezdik felállítani az angolok, tehát a hadseregük óriási létszámra duzzadt, tehát eléri hamarosan ugyanúgy a több százer, meg aztán az 1 millió főt, és ezek a hadosztályok elkezdenek áramlani Franciaországba, tehát tulajdonképpen a tengertől lévő területeken, majd meg fogom mutatni térképen, azt mindent át fognak venni. Tehát ott az angol hadsereg egy teljesen önálló, óriási szakaszt fog uralni a frontvonalból. Ugye ezt a német parancsnokság is elemzi, tehát pontosan látják, hogy hogyan és miként növekszik ugye a szövetségeseknek az ereje Franciaországban, és azért mindenképpen ki kell találniuk valamit, mert ezt ők is látják jól, hogy ez így nem maradhat. Ugye a keleti fronton ott sikert érnek el még a
gorlicai offenzívával, tehát az oroszokat ők akkor úgy gondolják, azt a múlt havi előadásban említettem, hogy a Bruszilov offenzíva előtt ők úgy gondolták, hogy ott nagyon-nagyon megverték az oroszokat, tehát hogy 16-ban nem igazán számíthatnak orosz ellencsapásra, hiszen olyan veszteséget okoztak nekik, hogy nem valószínű, hogy az oroszok magukhoz térnek. Ugye ezt már akik itt voltak, azok tudják, hogy de igenis magukhoz térnek az oroszok, és egy kőkemény csatát fognak megvívatni az osztrákokkal elsősorban. Így aztán, ugye itt a térkép, így ezen akarom mutatni, tehát itt jól látszik, hogy tulajdonképpen az angol hadsereg innentől kezdve egészen le uralja a területet. Ugye van itt egy rövid közös szakasz, és a franciáké a teljes frontvonal egészen a svájci határig. Tehát nyilván nagyon jól látszik, hogy a tengerparti terület, ott viszont már végig az angol hadsereg áll, tehát kész. Ugye ott vannak az Ypres, a Somme ütközetek, ott zajlanak le, tehát ezeket majd esetleg majd később. Verdun, ez nagyon jól meg van jelölve a környék pirossal, tehát aki esetleg látja a piros foltot, az is elég onnan is jól ki lehet venni, hogy hol is van. A lényege, átgyalogolok ide, hát ha jobban tudom mutatni, hogy ha nézik a frontvonalat, hát itt nagyon erősen látszik, hogy ez messze egy nagy kidudorodás van a frontvonalon. Tehát ez egy zsák, olyan, mint, szóval igazából ez egy ideális, olyan, mint ami a Kurkszi ütközet lesz a szovjet fronton. Ez pontosan egy ugyanilyen zsák, csak ellenkező előre jellel, tehát ugye a franciák dudorodnak bele a német vonalakba. Ugye itt van Verdun és a körülötte lévő erődrendszer, tehát ha bárki figyelje, hogy elővették a német parancsnokságon a térképet, hát jól látták, hogy van egy olyan pont, ahol esetleg lehetne valamit kezdeni. De ez így önmagában még nem lenne elég ahhoz, hogy offenzívát indítsanak a németek. A lényeg az, hogy ugye Falkenhayn nagyon jól látja, hogy nem fognak tudni a végtelenségig kitartani, ez ugye nem kérdés, hiszen ahogy az ellenséges hadsereg egyre nagyobb létszámmal vesz részt az ütközetben, nyilván ugye a német hadsereg nem tud a végtelenségig kitartani, hiszen emberanyagra sokkal nagyobb a szövetségeseknek a készlete, ha nevezhetjük így az élőerő készlete. Két olyan mondat nagyon jó, ezek nagyon jól kifejezik, azért is írtam le, hogy lehessen olvasni azt a gondolkodást, ahogy Falkenhayn viseltetett az ütközet iránt. Ugye a Franciaországra neheződő nyomás elérte a töréspontot, bár bizonyos, hogy rendkívüli figyelemre méltó önfeláldozással viseli. Tehát, hogyha úgy elismeri, hogy a franciák eddig rendkívül vitézül verekedtek ezt, akik itt voltak az előző előadásokon, azt tudhatják, hogy valóban az eddig igen komolyan helytáltak az összes ütközetben. Viszont azt is tudja, hogy ez a francia hadsereg az alapja jelen pillanatban annak, hogy áll a nyugati front, tehát az angolok még önerőből nem tudnák megmenteni, ha a francia hadsereg összeomlana. Ezért ugye kitalálta azt, hogy egy olyan ütközetet kellene vívatni a franciákkal, ahova mindenképpen oda kellene küldeniük a hadseregüket, tehát ami bevethető katonájuk, tartalékuk van, azt be kellene vetniük ide védelembe, és miután a németeknek az élőerő tartaléka nagyobb, mint a franciáké. Ugye ezt annak idén elmondtam, hogy a sorozási rendszer, illetve a lakosság számból adódóan a németeknek egyszerűen több fiatal emberre telik, mint a franciáknak. Ezért szó szerint el akarják véreztetni a francia hadsereget. Ugye ez egy eddig ilyen, tehát a háborúban nem volt szó egyetlen háborúban sem arról, hogy arról szólna, hogy az ellenség katonája, tehát szó szerint az emberi, az élő erőt kellene elfogyasztani ahhoz, hogy kikapjon a másik hadsereg. Ugye itt a tömeghadseregek korában merül lesz föl először, hogy hát ki kéne véreztetni a franciákat. Ez a terv. Tehát gondoljanak bele, hogy egy olyan csatát akarnak megvívatni a németek a franciákkal, ahol arról szól, hogy egy 1-5-ös halálozási rátát érjenek el, tehát minden egyes elesett németre 5 francia halott jusson, és ezzel ugye elfogyna a francia hadsereg egy idő után. Olyan irdatlan veszteségeket szenvedne, hogy kénytelenek lennének megtörni, és ugye békét kérnek a németektől. Ugye így esik a helyszín választás Verdunre. Ugye, hogy miért? Egy dolog, hogy ott egy kidudorodás, tehát egy katlan van, de itt a lényeg nem is az, hogy három oldalról tudják támadni, ugye ez egy övvár, majd meg fogom mutatni, hogy ez mit jelent, tehát egy régi, még a reneszánszban épített erődök vannak fölújítva, illetve hozzáépítve a bunkerrendszer, tehát az a acéltornyokkal megerősített rendszer. Aki a Maginot-vonalat esetleg látta, az pontosan tud, tehát ez ugyanígy néz ki. Aki volt Semislőbe vagy bármelyik másik helyen, az
ugyanúgy láthatta, ezek pontosan ugyanúgy néznek ki, a semmiből kidudorodó acél kupolák, amik lent vannak igazából kiépítve, ezek géppuskatornyok, illetve tüzérségi lőállások. Majd fogok mutatni pár képet róla. Elszigetelt helyen van. Ez az elszigeteltség érdekes, mert ugye elvileg az ember azt mondja, hogy jó, hogy három oldalról benyúlik a terület, de igazából mitől van elszigetelve? Hát elszigetelve úgy van, hogy miután a háború elején ugyan dult csata, csak hogy miután a lízsi erődött, a németek úgy szétlőtték, hogy a belgáknak még csak nyikkanni sem maradt ideje, nemhogy megvédeni az erődrendszert, így úgy gondolják a franciák, hogy az erődöknek igazából nem sok értelme van, mert a nehéz tüzérség szét tudja lőni, tehát nem fognak ráépíteni komoly védelmet. Illetve nincsen vasúti csomópont a környéken. Illetve van, csak hogy a túloldalon. Tehát 18-19 kilométerre van egy vasúti csomópont, na de a németek oldalán, tehát a német hadsereg oda tudja szállítani mind az utánpótlást, mind az élőerőt, mind pedig az anyagi utánpótlást, viszont a francia oldalon nincs vasútvonal. Tehát ide Verdunhöz nem vezet vasút, ami ugye azt jelenti, hogy nem fognak tudni utánpótlást küldeni a franciák, csak nagyon lassan. Ugye ez lenne a lényege, hogy a lassú francia élőerő utánpótlás szépen elvérzik folyamatosan a német támadások, illetve ellentámadások alatt. Történelmi helyszínek viszont történelmi helyszín, ezért fontos lehet morálisan a francia hadvezetőség szempontjából. Illetve, ha elesik Verdun városa, akkor szabad az a völgy bejárat, ami egészen Párizsig vezet le. Tehát ergo, hogyha itt a németek áttörnek, akkor szabad a hátország felé az útjuk, tehát nyugodtan megkísérhetnek egy Párizs elleni támadást. És ami igazán lényeges, hogy teljesen jelentéktelen. Számukra teljesen lényegtelen, hogy Verdun a kezükben van-e, vagy nincs. Ugye a német hadvezetőségnek ez akár sikerül, akár nem sikerül, az ő erőt, tehát az ő frontvonalokon ez semmit nem fog jelenteni. Tehát egy olyan helyszín, ahol igazából a németeknek nem múlik, hogy győznek vagy veszítenek. Ez csak a franciák életéről szól. Ugye ez a domborzati térkép, ezt úgy képzeljék el, hogy Verdun előtt, tehát a Meuse folyó németek felé eső partvidéke, az tele van erdővel, tehát rengeteg erdő van. Hát ma is van, mert már a természet visszavette, ott a háború ideje alatt, ezt azért úgy képzeljék el, hogy inkább holdbéli táj volt, ami után a német tüzérség elkezdte lőni a környéket. Ugye erről nem fogok képeket mutatni, hogy hogy nézett ki, de ha bármelyik első világháborús helyszínt megnézik, bármilyen képet, mindegyik ugyanúgy néz ki. Tehát ez a nincs semmi, csak legfeljebb kis fa csonkok maradnak, tehát az egész erdőket voltak képesek legyalulni, majd ezt meg fogják érteni, hogy miért. A tenger felé levő részem egy lankás dombos, tehát itt inkább hegyes erdős rész van Verdun előtt, a északi részén, ott, vagyis hát a tenger felé vezető részén, tehát a folyó irányába menve, ott egy lankás dombos terület van. A másik, tehát a szintén, de a délebbi részen, ott megint hegyes vidékre lehet számítani, tehát ez ugye a hadműveletek szempontjából fog egyedül lényeges, hogy a német támadásokat majd látni fogják, hogy hogyan fognak mozogni emiatt a domborzati elrendezés miatt. Ugye ez inkább az erődítéseket mutatja, tehát ugye a narancssárga kis erődjelzések mutatják, tehát ugye így képzeljék el az övvárat, tehát hogy sok erőd egész rendszere veszi körül Verdun városát. Tehát ugye nem arról szól, hogy egy darab vár, amit megostromolnak sok irányból, hanem ez sok kicsi erőd, ami hát ilyen biztos pontokat jelent a különböző, tehát hegyek tetején, völgyekben, tehát ami a stratégiai pontokat lezárja Verdun körül. Ugye és az egész völgyet, többen Meusenek a völgybejáratát védi, tehát itt lehetne átmondom, hogy Párizs felé vezetne az út, tehát ez zárja le gyakorlatilag. Ez az egyik leghíresebb erőd, ami még ezt meg lehet, ez amit meg lehet látogatni, az erődöt itt jól látszik, hogy néz ki ma, tehát ez a mai állapota az erődnek, ez az egyik a sok közül. Így nézett ki, amikor még megvolt, tehát ez egy légi felvétel a meglévőről. Ugye jól látszik, hogy itt a fal, tehát megvan még az az erődfal, ami igazából körbevette azt a területet, ez egy sánc erőd, mondom, tehát az összes, ez még a régi reneszánsz időben építették.
aki esetleg a 30 éves háborús előadásomban volt ott, amikor a csillagerődnek a felépítését bemutattam, ezek gyakorlatilag pontosan ugyanúgy néznek ki, csak egy picit erősebbek az akkor épített erődöknél. De Verdönt folyamatosan építették, tehát ugyanúgy Richelieu bíboros alatt már kiépítették erődét, tehát igazából onnantól kezdve folyamatosan erődítették ezt a rendszert. Ugye itt van, hát ma így néz ki, ez a hátsó része az erődnek igazából a bejárata. Na ez egy beton-acél kupola, amiben ugye tüzérség jelz, és két ágyúval felszerelve. Itt is jól látszik, hogy többen az erdőből, tehát a semmi közepén vannak gyakorlatilag ezek, tehát teljesen váratlanul lehet belefutni ezekbe a kis acéltornyokba. Ugye ezeknek a legtöbbje, ezek talán pont itt nem, de az előző például lehúzható, tehát azokat be lehetett húzni. Tehát hogyha úgy volt, akkor azt beküldték azt a kupolát a felszínre egészen, hogy ne lehessen látni, tehát akkor engedték ki azokat a tornyokat, amikor a támadás tulajdonképpen megindult ellenük. Ez a hadszíntér, itt könnyű, tehát itt is megmutatom mindjárt, hogy hol is fog zajlani tulajdonképpen az ütközet, hogy ez maga Verdön városa. Ugye ez Verdön, az összes kis piros ötszög, ezek itt szépen a erődök, a sok kis szürke pont azok a különböző falvak és területek. Hát, ezek, amik akkor még falvak voltak, utána természetesen az ütközet alatt ezeket leradírozzák a földszínéről, tehát ezek eltűnnek nagyon gyorsan. A piros pontok pedig, már aki esetleg látja őket, nem tudom milyen messziről lehet-e még látni, azok pedig azok a ütegek, tehát tüzérségi lőállások, amik a legnagyobb létszámú ágyúkat tartalmazott. Tehát volt olyan üteg, ami 600 ágyút tartalmazott, tehát igen komoly ütegeket állítottak föl, összpontosították a tüzérséget, tehát nem szórták szét a frontvonal teljes hosszában. Innen indul, tehát ez a front. Tehát itt a front, tehát a felső, az első fekete vonal mutatja, az 1916. február 21-én ott állomásozik a német hadsereg, onnan fog Verdön felé támadást indítani. Ugye az előkészületek, a francia előkészületekről nem kell túl sokat beszélnem, mert halvány fogalmuk sincs róla, hogy őket a németek egy komoly támadással fogják lerohanni. Három tartalék hadosztály, egy hadtest védi tulajdonképpen ezt az egész területet. Tehát nem konkrétan az egy erődről, tehát nem Verdön városát, hanem az egész területet, az összes erődöt, amit láttak, azt az egész front szakaszt ez a három tartalék hadosztály őrzi. Mindössze kettő zászlóalj olyan, amelyik hát harcedzetnek számít, két vadászászlóaj, két gyalogos vadászászlóaj, akik az erdőséget védik, mert ők is csak azért maradhattak itt ezen a területen, mert 14-ben, amikor az első nagy támadás volt, ők voltak azok, akik itt visszaverték a németeket, és ezért, mint hát ilyen kabalából itt maradtak ezen a környéken, tehát azt az erdőséget védik, igazából ahhoz az erődökhöz vannak beosztva, amelyek azokat az erdőket, tehát azt az erdőt védik, ahol annak idén megállították a németek előrenyomulását. Ugye a többi, tehát ez a terület, aztán szépen lassan, ugye 14 után ez a terület csendes területté vált. Ugye a franciák az angolokkal szemben kétféle hadászati stílusban tartják a frontvonalat a szövetségesek. Az angolok, ők úgy tartják a saját frontjukat, hogy olyan nincs, hogy ők egy nap ne ágyúznák a németeket, mert hogy ha már háború van, akkor ne legyenek csendes időszakok, tehát ők mindig jelt adnak arra az ellenségnek, hogy igenis tudjon róla, hogy itt háború van. A franciák nem így gondolkoznak, ők úgy vannak, hogy vannak csendes frontvonalak, ott békén lehet élni, oda küldik pihenni igazából a leváltott egységeket általában, tehát tehát a franciáknál a csendes részeken ott valóban csend van, tehát ott nincsenek se tüzérségi csapások, se kommandóakciók, tehát ott semmiféle harctevékenység nem folyik. Ezt a németek is nagyon jól tudják a franciáknak a szokásait. Így aztán a franciák ezt a területet ki is ürítik, tehát olyan szinten csökkentik folyamatosan a hadikészültséget ezen a részen, hogy például az egyik olyan erődöt, ami közvetlenül a front mellett van, tehát ami legközelebb van a német fronthoz, 68 tartalékos katona védi, azoknak is a fele mérnök, aki igazából karbantartó, hogy az erődnek a műszaki részét éppen tudják tartani, tehát készenlétben tudják tartani, és mindössze három ágyú
és azok is azért, mert fixen be vannak építve az erődbe, tehát nem tudják onnan elvinni. Az összes mozgó tüzérséget, a több száz tüzérségi eszközt vonnak ki a franciák, ugye azokra a frontrészekre viszik, ahol szükség van a tüzérségre. Nyilván innen szépen lassan leszerelik őket. Így, amikor a németek oda vezénylik a támadó erőiket, hogy ez 10 hadosztály, ebből 6 eredeti, vagyis tényleges hadosztály. Itt azt gyorsan elmondom, aki volt azon az előadáson, ahol elmondtam a rendszert, hogy a sorozási rendszer hogyan működött annak idején, hogy az eredeti hadosztályok azok, amik békeidőben is megvoltak és fel is voltak töltve. Na, és ezek közül vezényelnek a németek oda 6-ot. Tehát ugye nyilván azokban vannak azok a veterán katonák, akik meg hivatásos tisztek, akik már akkor is azok voltak, amikor még a háború nem tört ki. Tehát nyilván az azt jelenti, hogy a legütőképesebb egységeket küldik ide. Nem véletlenül, hiszen az a tervük, hogy ugye itt a francia hadsereget szeretnék megtörni. 600 nehéz löveget vonnak össze. Az borzalmasan sok. Ezek közül 30 olyan van, amelyik szétlőtte Liszt és Namurt annak idején, tehát azt jelenti, ezek a 420-as meg a 33-as nehéz tarackok, ezekből 30-at hoznak ide. Ugye akkor annak idején 5 darab elég volt ahhoz, hogy elpusztítsák a belgák erődjeit, most abból 30-at vonultatnak föl. És ezen kívül még 600 tábori löveget és könnyűt. Ugye a könnyű lövegek is igazából, tehát ezek 75 mm-es lövegekről van szó, ez a közepes tüzérség, amit használnak. És ezt az 1200 löveget, ezt mindössze 13 km hosszan sorakoztatják föl. Ezt gondolom azt sejtik, hogy ennek milyen hatása lesz, hogyha ösztüzet kezdenek lőni. Tehát egy 13 km-es teljes frontvonal, mindössze ennyi, amire felsorakoztatják ezt az irdatlan tüzérségi erőt. A német tervek szerint már február 9-én szeretnék megindítani a támadást. Ugye nem minden pontosan úgy alakul, ahogy Falkenhayn tervezte, hiszen ő úgy tervezte, hogy február 9-ig összevonják ezt a hihetetlen erőt, és ugye még a tél, bőven a tél ideje alatt megtámadják a franciákat, és utána, az első sok után szépen hagyják, hogy ők próbáljanak védekezni, illetve hát remélték, hogy majd szépen lassan fogják az erőiket oda küldeni. Ugye nem minden pontosan történik úgy, ahogy ők tervezték, hiszen a február 9-i kezdést nem tudják tartani, mert olyan rossz idő van, tehát hogy elcsúsztatják a támadás kezdetét, viszont azért a franciák sem vakok teljesen, és hiába van kiürítve ez a terület, azért csak észreveszik a németek készülődését, ezért ugye legalább azt a 3 hadosztályt, akik ott tartalékban, tehát ugye a területet védelmezik, azokat mozgósítják, tehát készenlétbe helyezik, hogy hát ha a németek azért terveznek valami komolyabb támadást is, de látni fogják, hogy igazából ezt nem gondolják, tehát mégsem gondolják a franciák komolyan, hogy ez egy ilyen méretű támadás lenne. Ugye 21-én végül, hát jó idő lesz, tehát kisüt a nap, hideg van, de legalább felszárad a terület, és egy 9 órás tüzérségi tűzzel kezdenek a németek. Tehát 9 órán át folyamatosan bombázzák a célpont területet. Ezt úgy képzeljék el, hogy 5 km szélességben mindössze. Ugye az, ha azt nézik, az egy nem túl széles sáv, amit a német tüzérség elkezd belőni, viszont 30 km mélyen, mert az a terv, hogy nem hagynak egyetlen francia vonalat, meg erődöt sem 30 km-es mélységig érintetlenül. Tehát az a tervük, hogy minden szétlőnek, 1 millió gránátot lőnek be a célterületre. Most képzeljétek el, hogy az az erdőség, amit a francia vadászászlóaknak védeni kell, egyedül 80 000 találatot kap. Tehát értik, hogy amikor gyakorlatilag cafatokra lövik a fákat. Tehát ezt mondom, hogy erdő, fa, mint olyan nem marad egy idő után. Tehát se falu, se semmi. Tehát ami útjába kerül a tüzérségnek, azt legyalulják. Tehát ez az első tűzcsapás, 9 órán keresztül 1 millió gránátot, hát egy picivel többet, de ugye ezt csak így kerekítjük a számokat. Borzalmas tüzérségi tüzetlőnek. Tehát ilyet eddig még nem tapasztaltak egyetlen offenzíva során sem, hát a franciák semmiképpen, a németekre lőttek, de ilyen mennyiségben még nem. Majd ugye megindul a német gyalogsági támadás. Egyszerűen elsöprő sikere van a németeknek, hát sehol nem tudnak ellenük állni. Hát egyrészt a francia védők lapulnak valahol
Ugye az erődjeikben másrészt nem is gondolják, hogy a német hadosztályok ilyen tömegben, tehát hogy a 10 teljes hadosztálynak a hadseregei fognak támadni, hát óriási létszámban támadnak, és senki, hát nem nagyon tud, tehát nincs, aki ellenük álljon. Ugye a 30. hadtestnek a katonái megpróbálnak küzdeni, ugye 3 hadosztály, de ezek tartalék hadosztályok, tehát fel sincsenek töltve a maximális létszámra. Nagyon gyorsan vonulnak vissza, esnek el, illetve esnek fogságba. Az egyik erőd, ugye ezt, amit mutattam, az első erődöt, ezt úgy esik el, hogy az egyik német egység, amelyik a közelébe kerül, egy őrmester és az ő egy pár embere, egy tüzérségi találatot kapva, ugye az őrmester egyedül éli túl a csapást, viszont a légnyomás az emberkét áthajítja az erődnek a falán. Átdobja egyszerűen az erőd falán, így belülre kerül az erődön belülre. Hát magához tér szép lassan, majd elindul körbenézni, mert gyanús neki, hogy tehát néma csend van az erődben igazából, tehát se vezényszavak, semmi, tehát sehol semmit nem hall. Kihúzza a pisztolyát, és elindul megkeresni, hogy hol van az ellenség, és rájuk is talál, hogy bent lapulnak a szerencsétlenek az egyik terembe, ahol biztonságban érzik magukat, és ő egyedül bemegy, rájuk fogja a pisztolyt, és felszólítja őket, hogy adják meg magukat, és olyan szintű a tüzérségi tűz hatása, ugye a mentális hatás, hogy egyszerűen megadja magát az erőt. Tehát egy szál őrmester elfoglalja az egész francia erődöt, mert nem tudnak, hát mentálisan nem tudnak neki nemet mondani. Tehát így ezzel, hogy ő elfoglalta igazából az erődöt, ezzel nagyon jól példázza, hogy milyen sikereket érnek el a németek rögtön az elején. Összesen 600 embert veszítenek, ugye ebben benne vannak a sebesültek, meg a esetleg hadifoglyok, bár azból a franciák nem sokat ejtettek. Fantasztikus sikert érnek el, ugye a németek rögtön az első nap, és hát nagyon mélyen sikerül benyomulniuk a francia vonalak közé, hát egyszerűen nincs ellenség előttük. A változás ott kezdődik meg, hogy a 30. hadtest azért addigra már, mivel mondtam, hogy azt már mobilizálták, tehát azért készültek valamire a franciák is, ugye a 9-től 21-ig tartó időszakban, ugye magukhoz térnek az első sokból, és a második nap megindítják a franciák az ellentámadásokat, azonban ezeket nyilván a németek nagyon könnyen megállítják, és hát ugye lehengerlik őket így folyamatosan, hát vonulnak vissza. A harmadik nap, tehát 23-án, 24-én a francia vezérkar a beérkező jelentések alapján ugye elkezdik tehát felmérni, hogy a jelentések milyen ellenséges egységekről tesznek. Ugye milyen ellenséges egységeket írnak ezekbe a jelentésekbe, és hát összerakják, hogy hát ez egy sokkal nagyobb német támadás, mint ahogy ők ezt gondolták. Tehát azonnal reakcióba, tehát ugye azonnal reagálni kell erre, és a legközelebb állomásozó francia hadtestet, a 20. hadtestet, amit vashadtestnek is hívnak a korábbi ütközetek miatt, tehát csak veterán katonákból állnak, azonnal oda rendelik, hogy megerősítsék Verdun védelmét. Majd villámgyorsan az egész francia második hadsereget oda vezénylik, és ugye elhangzik egy legendás mondat, amit Petain üzen a éppen meghátrálni és menekülni készülő francia 30. hadtestnek, hogy ugye átvettem a parancsnokságot, kitartani. Tulajdonképpen ez az a üzenet, amire Falkenhayn várt. Tehát egyrészt a franciáknak úgy néz ki, hogy ez a megmenekülésüknek a mondata valójában ugye annak a borzalomnak a kezdete, ami innentől fogva mind a két hadsereget érni, ugye éri. Így, tehát amikor ez megtörténik, akkor kezdődik el igazából az ítélet hadművelet, amit a németek elterveztek. Ugye pontosan ez egy érdekes, hát a németeknek a furfangját jelenti, hogy ugye az ítélet, a Gericht döntést is jelent egyrészt. Tehát így ők ezt a kettőt egyben, tehát úgy gondolták, hogy egyrészt ítéletet tartanak a francia hadsereg fölött, másrészt ugye döntésre kényszerítik őket, hogy megküzdenek velük, vagy átengedik nekik a verdöni területet. Mivel ellenálltak, ezért megkezdődik ugye az ítélet hadművelet. Ugye február 24-én, ahogy mondtam, megkezdődik a vashadtestnek az ellentámadása, ugye ez már szervezetten
érkeznek be a francia egységek, és elkezdik stabilizálni. Ugye ez nem arról szól az ellentámadás, tehát ezt ne úgy értsék, hogy az ellentámadás azt jelenti, hogy na akkor nagy lendülettel megállítják a németeket, és már söprik is ki az útból. Ez arról szól, hogy megállítják először is a menekülőket, majd kisebb ellenlökésekkel megpróbálják lelassítani a német támadókat a fontosabb pontok közelében. Ugye, amit mondtam, tehát Castelnau kinevezi második hadsereg élére Petent. Elméletileg neki kellene harcolni a második hadsereggel, de egy elég romantikus típusú katona, és ő úgy van vele, hogy nem, tehát ez nem az ő feladatköre lesz, hogy egy ilyen brutális ütközetet megvívjon, viszont Petent tökéletesen alkalmas rá. Egy olyan tisztről van szó, aki úgy ismernek, mint aki soha semmit nem ad fel. Tehát ez ő a tökéletes választás erre, hogy Verdunnél megszilárdítsák a francia védelmet, és ugye, hogy megszervezzék az ellenállást. Közben ugye a németek sorra rohanják le a frontvonalukhoz közeleső francia erődöket, hiszen ott még nincsen megszervezve a védelem, tehát nincs katona, szó szerint nincsenek emberek benne, és pánik tör ki, éppen akkor, amikor ugye ez a rádióüzenet megérkezik Petentől, hogy átvette a parancsnokságot, innentől kezdve semmi baj. Ugye a katonák ezt tudják is, tehát ismerik annyira az öreg tábornokot, ha jól emlékszem, akkor már 58 éves volt, tehát majdnem 60 éves volt Peten, mikor átvette ugye itt a második hadseregnek a vezetőjeként, tehát ő egy tapasztalt tiszt, tehát nem egy fiatal tisztről van szó. És ugye 27-ére a németek, tulajdonképpen sikerül a német rohamot megállítani. Addigra körülbelül egy olyan 5 kilométeres mélységben sikerül a németeknek elfoglalni ugye, és fölmorzsolni a francia vonalat. Ugye ezt, hogyha emlékeznek talán a korábbi, hogyha emlékeznek rá, hogy a korábbi előadásomban, amikor a rohamokról beszéltem, hogy általában 600-800 métert sikerült előre haladniuk, és ott akasztották el a támadásukat, egy vagy egy másfél kilométer már óriási sikernek számított, és sajnos később is ez így folyik tovább a világháborúban, tehát az 5 kilométeres mélységi előre nyomulás a németeknek az óriási sikert jelent ugye a háborúnak ebben a szakaszában. Így ott sikerül végül stabilizálni a franciáknak a németek előrenyomulását, ami igazából nem is azért történik meg pontosan, mert ugye a németeket visszavetné nagyon a francia támadás, hanem pontosan azért áll meg a német sereg, mert ha így folytatják az ütközetet, akkor nem az fog történni, amit ők terveznek. Vagyis a német hadvezetés szánt szándékkal visszafogja a német rohamot, és hagyja, hogy ugye a francia egységek egyre közelebb és közelebb ellentámadást indíthassanak a német csapatok ellen. Ugye a terv ebben amit már elmondtam, ugye az a lényege, hogy a németek a tüzérségre építenek, tehát a tüzérség, eddig ugye mindenütt a tüzérség okozta nekik a legnagyobb veszteséget, így pontosan úgy tervezik, hogy a német tüzérség olyan állásokat vesz föl e körül a kiszögellés körül, hogy mindenütt elérje a francia gyalogságot. Tehát gyakorlatilag az a tervük, hogy minden egyes ellenlökés, ami őket éri, ezt a német tüzérség egyszerűen szilánkokra lövi. Tehát szó szerint beledöngöli a szerencsétleneket a földbe, akik megpróbálnak ellentámadást indítani. Ugye ehhez az kell, egyrészt, hogy ne ők támadjanak, tehát ahhoz nem szabad a németeknek teljes hullámokkal előre felrohamozniuk, hiszen akkor pont fordítva fog minden történni, mint hogy ők tervezték, tehát a francia tüzérség fogja őket csépelni folyamatosan, miközben próbálják a dombokat megmászni, és a francia állásokat ugye megtámadni, ahol persze nincsenek katonák. Tehát ezt mondom, hogy az elején még pont fordítva működik az egész, ahogy ők ezt szeretnék, és mivel megérkezik folyamat ugye az erősítés, innentől kezdve át kell állniuk arra a taktikára, hogy ugye nem a Párizs felé, tehát hogy már tudják, hogy nem fogják elfoglalni úgy Verdunt egy rohamból, tehát hanem jön az ütközet része. Ugye itt jól látszik, hogy hát nagyon nagy a támadás, tehát eddig a vonalig nyomulnak előre, tehát itt ez a február 26-ai vonal végig. Tehát idáig itt ez a frontvonal. Ugye Verdöntől azért még ez odébb van rendesen, de ha azt nézik, hogy ugye itt állnak és ahonnan indult a támadás, tényleg óriási területet foglalnak el a németek ahhoz képest, mondom, amit egyébként általában elértek. Ugye márciusban indul a ütközetnek a második fázisa, ugye az első fázis volt a gyors német támadás, illetve a francia sereg megérkezésének ugye a kikényszerítése, a második fázis pedig elvileg a felőrlő háborúnak a megkezdése.
Petten ugye elkezdi azonnal felmérni a helyzetet, hogy a németeknek mi a terve, hogyan ugye megpróbálják megállapítani, hogy mekkora erővel támadnak a németek, mi a célkitűzésük, és rájönnek arra, hogy bizony az az egyik nagy kulcs probléma, hogy míg a franciáknak nincsen utánpótlás szállítása, mert hiszen nincsen vasútvonal, a németek szabadon küldözgetik a frontra a utánpótlásokat, mind élőerőben, mind pedig hadianyagban. Ezért megszerveznek egy olyan különleges utánpótlás vonalat, amit később Szent útnak neveznek el, ahol 3500 tehergépkocsi hordja folyamatosan a élelmiszert, a lőszert, a különböző hadi felszereléseket a verdöni térségbe. Úgy működik, a katonáknak nem is szabad az úton menni, ők a mezőn kell, hogy vonuljanak föl le, csak a tehergépkocsik mennek két oszlopba föl, oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza folyamatosan. Amelyik elromlik, azt lelőkik az útról minden további nélkül, tehát nem húzzák fel az időt, és azonnal beállítanak helyette egy másikat. Úgy most képzeljék el, hogy ugye ez az első világháború, itt a gépesítés, ez nem, tehát nyilván, tehát ezek a teherautók, ezek nem katonai járművekről van szó, hanem amit találtak, tehát rekvirál, ez egy hihetlen színes forgatag, ebbe a kenyérszállító teherautótól kezdve a bármilyen magánembernek a járművéig minden benne van. Tehát ezt egész fél Párizst kiürítették ugye azért, hogy ezt az útvonalat folyamatosan fent tudják tartani, viszont olyan mennyiségű utánpótlást szállítanak, összességében egyébként ezt mindenféle számolgatás útján kiszámolták végül, hogy összesen 12 ezer teherautót használtak föl a teljes háborús időszak alatt. Ugye nyilván sok lerobbant, vagy visszavitték őket, vagy visszakérte a tulaj, vagy bármi történt, tehát az, amelyek, hogy összességében 12 ezer teherautót használtak fel erre a utánpótlás vonalra. És az a döbbenetes dolog, hogy képzeljék el, hogy ez tökéletesen elegendőnek bizonyult. A napi szükségletet bőven fedezte, hadianyagban is, élelmiszerben is. Valami döbbenetes teljesítményt nyújtott egyébként a francia hadsereg, illetve Petten, akinek a szervezését dicséri ez. Arra is rájött, hogy a tüzérség lesz a kulcs fontosságú szereplő ebben az ütközetben, így a teljes francia tüzérséget, ami azon a front szakaszon állomásozott, a saját maga alá rendelte, hogy személyesen fogja irányítani a tűzcsapásokat, hogy a francia tüzérség mikor hol vessék be. Ezért ő is elkezdte átalakítani, tehát hogy a teljes frontvonalról, ahol ugye el volt osztva arányosan, összegyűjtötte ő is, azért mutattam azokat a lövegállásokat, majd újra fogom azt a térképet mutatni, hogy ezekbe a hatalmas, óriás lövegállásokba csoportosította össze, 1800 francia löveget vont össze összességében, tehát ugye több volt, mint a németeknek végül, amivel ők várták a... Ugye a hátrány mindössze csak annyi volt, hogy ők sose tudták, hogy a németek hol akarnak támadni, tehát ugye akkora volt ez a terület, hogy ők azt nem tudhatták, hogy a németek hol tervezik a következő rohamot, illetve nem volt annyi nehéz tüzér ütek közöttük, mint a németeknek, tehát arányaiban nem volt a francia tüzérség, jóval könnyebb kaliberű volt, mint a németeké. Azonban épp elég erős volt ahhoz, hogy a poklot megteremtse a német katonák számára is. Így, amikor március ugye 6-án megindul a német támadás, ismét a egyrészt az erődök ellen, másrészt pedig az északi területen, amit ugye mondtam, az egy nagyon, nagyon találó névvel illetik a franciák, az a neve, hogy halott ember fensík, ez a mortom fensík, ez ugye ezen a részen halott embernek hívják ezt a területet, nem véletlenül. Ugye ezen a részen támadnak a németek, mondva, hogy lankás, tehát nem kell az erdőbe benyomulniuk, azonban ugye Petennek a tüzérsége a dombok túlsó oldaláról lövi őket. A németek soha nem látják meg, hogy hol vannak az ágyuk. Tehát ezt gondolnak be, tehát a legmagasabb, amikor nagyon-nagyon nagy nehézség állán végre elérik azt a dombot, ahol azt hiszik, hogy onnan már belátják a távolságot, mindig van egy újabb, egy picit magasabb domb, amitől pont nem látják a francia tüzérséget, amelyik folyamatosan aprítja őket, ugyanúgy, ahogy a németek tervezték velük, csak ezt most ugye a franciák okozzák nekik. Ugye Petten zseniálisan szervezi meg ezt a fajta védelmet, hogy a francia tüzérség mindenütt meg tudja állítani a németek támadását, ami viszont ugye nem teljes erejű, tehát ezt mondanom se kell, hogy soha nem fognak teljes erőből támadni, hogy nehogy véletlenül annyira áttörjék a francia vonalat, hogy a franciák visszavonuljanak. Ugye ez később nagyon megbosszulja magát, de itt még Falkenhayn tervei szerint működik a hadi terve, és több francia katona hal meg, mint német, de egyre nagyobb veszteségek vannak.
rengeteg tüzérségi párbajt vívnak. Ugye Falkenhayn azért ordít a tisztjeivel folyamatosan minden egyes haditanácson, hogy a német tüzérek fogják le a francia tüzérséget, hogy ne engedjék őket lőni. Ugye ez azt jelenti, hogy a lefogás, hogy a német ütegek elkezdik bombázni a francia ütegeknek a helyét, tehát ahol sejtik, ahol vannak, ugye megpróbálják bemérni, és ugye azzal, hogy lövik őket, hát kikergetik elvileg a ellenséges tüzérséget az állásaiból, illetve arra kényszerítik őket, hogy ők is visszalőjenek a német tüzérségre, hogy ezzel, hogyha ők is zavarják a másikat a célzásban, tüzelésben, akkor nyilván nem tudják őket lőni. De míg ugye ez történik, addig a német gyalogság szabadon harcolhat, tehát elvileg ez lenne a terv, illetve megpróbálják az lövegeiket közelebb tolni a fronthoz. Ugye mert mindig az történik, hogy ahogy a német gyalogság előre nyomul, a német tüzérségnek a hatósugarából kikerülnek, hiszen a francia tüzérek folyamatosan lövik a német ütegállásokat. Ők ugye persze lövik őket, ezért a németeknek muszáj hátrább tartani a lövegeiket, hogy ne sérüljenek meg a francia bombázásoktól. De azzal akkor viszont ugye nem tudják támogatni a saját gyalogságokat, akik meg előre mennek és belegyalogolnak a francia tüzérségbe, ami meg legyalulja őket, tehát megint semmit nem érnek el, vagyis ezért a német tüzérségnek előrébb kellene jönni. Na persze, hogyha előrébb jönnek, akkor azonnal a franciák elérik őket, és innentől kezdve megint megindul a tüzérségi párbaj, és ezt képzék el, hogy ez ugye hétről hétre ismétlődik. Tehát folyamatosan hol előre vonulnak, veszteségeket szenvednek, visszavonulnak. Útközben azt képzeljék el, hogy azt is, hogy ez a terület folyamatosan ugyanaz a terület kerül újból és újból bombázás alá. Tehát azt jelenti, hogy egy kráter az nagyjából egy bombatölcsér, az egy idő után 12-szeres bombatölcsér, de nem úgy, hogy ugye így lefele, hanem ezt úgy képzeljék el, hogy így. Tehát egymást átfedve tulajdonképpen a területet, ahol valami bármi is éppen marad, egy fűcsomó, azt biztos, hogy a következő tüzérségi tűz telibe találja. Tehát egyszerűen az egész olyan, mintha egy felszánt, tehát egy szántóföld, ami félig már mocsaras, tehát ugye nem, hanem ugye az esőtől, meg a szétlőtt területtől, és nincsen rajta élővilág. Olyan, mintha a Holdon háborúznának az emberek. Tehát szó szerint nincs rajta élet, sehol nem lehet látni, csak a puszta földet, mert ugye a lövedékek állandóan újra és újra kiforgatnak, illetve betemetnek mindent. Tehát ha valami egyszer kikerül, a következő gránát telibe találja, az megfordítja ugye a földet, tehát betemeti, eltűntet, így tűnnek el a halottak, így tűnnek el a felszerelési tárgyak, bármit. Tehát pillanatok alatt két-három tüzérségi tűzcsapás után egész máshogy néz ki a terület. Valami felszínre kerül, valami eltűnik. Ugye Falkenhayn itt kezdi belátni, hogy itt valami borzalmasan rosszul sikerült, mert 90 ezer német katona van már veszteség listán a márciusi időszakra, úgy, hogy nagyjából a franciák nem sokkal több 100-110 ezer embernél tartani. Tehát gyakorlatilag majdnem párhuzamosan pusztul a két sereg, ami az 1-5-ös rátához képest nagyon-nagyon rossz arány. Ugye nem ezt tervezték a németek, így ő is látja, hogy ez így katasztrófa lesz, tehát így a német 5. hadsereg fog elvérezni, és nem a franciák. Ráadásul arról ő még nem is tud, hogy a franciák úgy oldják meg ezt a háborút, hogy Petain folyamatosan cserélteti a második hadseregben szolgáló hadosztályokat. Tehát ahogy érik a veszteségek a francia hadosztályokat, azokat ő lecserélteti, tehát hív helyettük másikat. Tehát a veszteségeik ugyan nőnek a franciáknak, de soha nem, tehát nem ugyanazokat az alakulatokat éri állandóan a nagy veszteség, hanem folyamatosan cserélteti. De a németeknek erre nincsenek alakulataik, ugye ők fixen le vannak kötve a különböző frontvonalon, mert a tartalékuk rohangál a keleti front, meg a nyugati front között. Ugye ezt majd látni fogják, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, mert az idő hajtja a németeket, hiszen majd meg fogják látni, hogy mi történik. Április 15-én Falkenhayn ott tart, hogy a visszavonuláson gondolkodik. Ő már úgy látja, hogy ez a hadművelet ez becsődölt, tehát így a német hadsereg csak óriási veszteségeket fog szenvedni. Igaz, a franciák is hullanak úgy, ahogy ők tervezték, csak nem akkora rátával, tehát hogy ők is halnak közbe, és ez így semmiképpen nem jó, tehát teljesen felesleges az a vérontás, amit igazából ők most itt egymással végrehajtanak, és már a visszavonuláson gondolkozik, hogy a kiindulási pontra visszahívja az embereit. Azonban, és erről beszéltem, hogy az 5. hadseregnek a vezérkari főnöke, von Knobelsdorff tábornok tárgyal a császárral és a trónörökössel, ugye az 5. hadsereg az a trónörököse, a német trónörökösnek a parancsnoksága alatt van. És tárgyal velük, hogy nem lenne jó ötlet Falkenhaynnak a visszavonulója, és ráhat a hercegen keresztül a császárra, hogy ne engedje meg Falkenhaynnak a visszavonulást.
ő el is magyarázza nekik, hogy azt tudnék, az a következő a helyzet, amit ugye a Falkenhayn nem mért föl akkor ott helyesen, hogy abban az esetben a német katonák úgy a földhöz vannak szögezve már azokban az állásokban, amit jelen pillanatban tartanak, ahonnan a rohamokat indítják, hogy egy visszavonuláskor a franciák rájuk fognak zúdulni ugye a dombok tetejéről, tehát a németeknek lefele kell vonulni, vagyis a francia hadsereg utánuk fog menni, és meg fogja őket támadni, és ki tudja, hogy meg tudják-e tartani az eredeti vonalaikat. Ugye tartalékuk nincsen, tehát a teljes ötödik hadsereg harcol. Tehát ezt tudni kell, ugye, tehát hadműveleti tartaléka a németeknek nincs, tehát nem tudnak hátországból új egységeket hozni. Ezért azt mondja Knobelsdorff, hogy ez így nem jó, hanem mindenképpen maradni kell, és változtatni kell a hadászati stíluson, mert ha visszavonulás, az egyenlő az, hogy az ötödik hadsereg meg fog semmisülni. Így aztán Falkenhayn hiába szeretné megállítani a vérontást, egyszerűen taktikai okokra hivatkozva az egyik vezérkari főnök ezt nem engedi. Hanem arra kényszeríti Falkenhaynt, hogy dolgozzák ki a új taktikákat, és valami más úton, módon, de folytatni kell a támadást, illetve folytatni kell a francia hadsereg felőrlését. Ugye elkezdik átszervezni a német sereget, és arra jönnek rá, hogy Petain nagyon jól meglátta, hogy a tüzérségek párbajával nagyon jól tudja korlátozni, illetve rettetes veszteséget okoz a német seregnek, és Knobelsdorff abban látja ebben a hibát, hogy ez azért lehet, mert hogy ők állandóan kiválasztanak egy szűk folyosót, ahol a német hadsereg támad. Vagyis a franciák fel tudnak készülni, és mivel csoportosítva van a tüzérségük, tehát direkt olyan helyeken csoportosítják, amelyek rálátnak bizonyos területekre, tehát nem kell ugye akkor elmozgatniuk egy széles frontvonalról, ezért ugyanolyan erővel, tehát összpontosítva tudnak visszavágni nekik, mint ahogy ők szerették volna a francia egységeket támadni. Így aztán ő azt tanácsolja, hogy gyengébb erővel, mint eddig, de az egész frontvonalon támadjanak folyamatosan. Vagyis az, hogy ne adjanak célpontot a franciáknak. Tehát, hogy olyan sok célpont legyen, hogy az már tulajdonképpen nem célpont. Tehát, ha mindenki az, tehát minden egyes kis erőd, minden egyes kis völgy meg domb célpont lenne, mert a német katonák mindenütt támadnak, akkor tulajdonképpen a francia tüzérség nem fogja tudni összpontosítani a tüzét. Vagy ha összpontosítja egy helyre, akkor nyilván ott egy jóval kisebb mennyiségű katonát tud megsemmisíteni, hiszen az egész frontvonalon támadó német sereg szétoszlik. És ezt is, ráadásul ezt is úgy módosítja, hogy a seregnek nem szabad támadnia, hanem rohamcsapatokat kell kialakítaniuk. Ugye ezeknek az a feladata, hogy a támadó egységnek a fele katonákból áll automata fegyverekkel, meg lángszóróval, a másik fele pedig harctéri mérnökökből, akiknek az a feladata, hogy mindent, ami a kezük ügyébe kerül, azt fedezékké alakítsák. Tehát gyakorlatilag fedezékről fedezékre kellene mozogni a csoportnak. Azt sejtik, hogy mennyi fedezéket találnak a katonák. Igazából az a feladatuk, hogy a bombatölcsérekbe próbáljanak kiásni alkalmi fedezékeket, meg amiket cipelnek magukkal. Tehát a mérnökök visznek magukkal szöges drótot, deszkákat, ezt-azt, tehát próbálnak valami alkalmi fedezéket építeni. De nem az a feladatuk, hogy miután ezt megcsinálták, hogy ők megtámadják a franciákat, hanem utána jön a tüzérségi csapás, majd a francia, vagy a német sereg fő támadása. És amikor a franciák megindítják az ellentámadást, akkor a német sereg visszavonul. Ezek a katonák, amik ugye a rohamegységek, amik elrejtőznek, megvárják, míg a franciák át hullámzanak fölöttük, és hátulról, vagy benne maga a francia hadseregből, akkor törnek ki, és okozzák a legnagyobb káoszt, amit lehet, hiszen a francia tüzérség nem fog a saját egységeikre lőni. Tehát nyilván ugye a franciák egy párbajozni fognak megint a német tüzérséggel, de nem lesz már lehetőségük a német rohamcsapatokra tüzelni, hiszen azok benne fognak harcolni a francia egységekbe. Most képzeljék el, hogy innentől kezdve indulnak meg ezek a fajta csatározások, vég nélkül. Nyilván így nem lehet győzni. Tehát azt a németek is tudják, hogy így nem tudják legyőzni a franciákat, hiszen sosem tudják elfoglalni a célpontot. Viszont a francia egységeket állandóan megállítják azzal, hogy benézik ezeket a rohamosztagokat, illetve a német tüzérség elég erős ahhoz, hogy ők túljutnak a rohamosztagosokon, akkor nyilván a német tüzérségnek elég azt a bizonyos helyet szétlőni, úgy, hogy a tüzérségi megfigyelők, akik közben ott vannak a rohamosztagokkal, pontosan tudják, hiszen ők mélyebben vannak, mint a tüzérségi tűznek kell érkeznie, tökéletesen tudják vezetni a német ágyuknak a tűzcsapását, hogy egyetlen francia katona ne élje túl, ha túlfut rajtuk. Most képzeljék el ezt a taktikát, ahogy oda-vissza kezd hullámozni egészen ugye az áprilisi kezdéstől júliusig. Tehát értik? Tehát április közepétől júliusig, tehát június végéig. Több mint két hónapon keresztül küzdenek így
ugyanazon a területen, tehát a teljes verdoni frontszakasz hosszában. Ugye innen ki is írtam egy részét, ugye az egyik francia tisztnek a naplójából maradt fenn ez a pár mondat, ugye, hogy ezt írta le, hogy az emberiség megőrült, a pokol nem lehet ennél rosszabb hely, az emberiség megőrült. Aztán két napunkban elesett ő is a tüzérségi tűzben, hiszen ugye a csatározások odáig fajultak a végén, hogy annyira belefásultak a katonák, hogy volt, hogy csak ültek és várták, hogy az ágyuk lőjenek. Tehát a tüzérségek egymást bombázták folyamatosan, illetve egymás állásait. Katonák volt, hogy egyszerűen nem is voltak hajlandók kimozdulni már azokból az árkokból, illetve bombatölcsérekből elsősorban, ahova beküldték őket, ott haltak meg, megvártak, amíg egyszerűen elsöpör rajtuk a tüzérségi tűz, és akkor vagy leszáll az este, és akkor haza tudtak vánszorogni a szerencsétlenek. Ugye, tehát ezt megint azért mutatom, hogy lássák, hogy gyakorlatilag ugye mutatom a tüzérségi állásaikat a franciáknak, hogy itt vannak előre tolva, tehát látszik, hogy csoportokra van osztva a francia tüzérség, tehát tényleg tehát nem teljes frontvonalban, hanem összegyűjtötten tartják. Gyakorlatilag ezek az ütközetek, ezek mondom, ezen a vonalon végig. Tehát ezen a vonalon végig zajlanak. Vannak olyan falvak, amik 13-16 esetben cseréltek gazdát. Tehát nyilván, hogy ugye az oda-vissza hullámzó események hatására. Ugye, és tulajdonképpen így ér véget a harmadik fázis a háborúnak. Ugye azt talán így akkor emlékeznek rá, ugye mondtam, hogy július 1-ével van vége a második fázisnak, ennek az őrjítő ütközeteknek. Ugye talán emlékeznek rá, ugye június 4-től a bruszilov offenzíva már folyik. És ahogy az egyre teret nyer, ugye a németeknek egyre több katonát kell átdobniuk a keleti frontra, hiszen az orosz támadás őket is fenyegeti. Ugye emlékeznek rá, hogy elmondtam, hogy több hadsereg, ugye az oroszoknak az északi hadserege, az a német sereggel néz farkas szemet, tehát gyakorlatilag megkezdődik a német hadosztályoknak az átszállítása a keleti frontra, és bizony az 5. hadsereget is érinti, tehát azokat az elit hadosztályokat, amiket ők itt használnak, azokat elkezdik elszállítani a frontról, tehát a németeknek egyre kevesebb ereje marad ahhoz, hogy ugye ezt a folyamatos támadást és vérontást fenntartsák. Ugye Falkenhayn pontosan tudja, hogy így ebből már semmi nem lesz, és gyakorlatilag ő már itt a lemondását fontolgatja. Tehát amikor a július 1-i határidő igazából lezárul, addigra ő már a lemondását fontolgatja. Ugye, és amikor ez az utolsó ütközet lezajlik ebben az időszakban, akkor utána le is fog mondani. Ugye az utolsó offenziváját a német hadsereg, hiszen tudják, hogy folyamatosan veszik el a katonáikat tőlük, ugye június 22-én indítják. Az utolsó elképzelés az, hogy ki kell kapcsolni a francia tüzérséget. Ugye az az érdekes, hogy itt már a német sereg messze nem azért küzd, tehát itt már ők is elfelejtették azt, hogy azért harcolnak, hogy a francia hadsereget elvéreztessék. Itt már csak azért harcolnak, hogy életben maradjanak. Ők is. Tehát ők is tudják, hogy itt most már be akarják venni Verdönt. Tehát itt nem az a küzdelem célja már, hogy ugye szépen a játék, hogy elvérezzen a francia hadsereg, hanem az, hogy a német hadsereg túlélje egyáltalán az 5. hadsereg ezt az ütközetet, és ennek egyetlen lehetősége van, ha beveszik Verdönt. Így egy olyan taktikához folyamodnak, hogy nem tudják lefogni a francia tüzérséget egyszerűen, tehát nincs lehetőségük rá, hiába lövik őket, a franciák mindig újra szervezik a tüzérséget, a hátországból újra felállítják az ágyukat, újabb lövegeket hozatnak, és ugyanúgy lefogják a német tüzérséget, ahogy eddig. Így aztán 22-én hajnalban a német tüzérség 115 ezer gázzal töltött, a fejlesztett klórgázzal töltött gázgránátot lő át a francia tüzérségre, méghozzá ugye a két legnagyobb ütegüket támadják meg, amit teljesen beborítanak gázzal, ugye, ami azt jelenti, hogy tényleg elhallgattatják a francia lövegeket. Ugye 1600 tüzér esik el, mire sikerül a franciáknak gázálarccal el, tehát ugye a tüzéreket megmenteni, meg kivonni onnan arról a területről, és megindul a német offenzíva. Nem, ez most már nem szétszórtan, egyetlen egy célirányjal, egy nagyon szűk vonalon, egyenesen Verdun irányába. Tehát most ők az egyetlen irányt választják, ezt mindjárt megmutatom. Tehát innen, ebből a vonalból
indulnak lefele egyenesen. Ez az egyetlen, semmi más nem. Szétlövik a francia tüzéletségeket, ugye lefogják őket a két oldalon, és talán megindul a német támadás Verdunnel szemben. Ez az utolsó roham. Ugye ezt nem mutattam még, ugye ez a szent útvonal itt a teherautós. Tehát ez vált át, aztán alul és megy Párizs felé délen. Ugye itt vetik be az Alpen Korpszot, ugye a hegyi hadtestet először. Ugye beszéltem róla az erdélyi háborúval kapcsolatban, ugye amikor a románokat az Alpen Korpsz rohanja le és pusztítja el, tulajdonképpen ugye a Brassó környékén nem tudnak neki ellenállni. Itt vetik be őket először, itt nem csak a német hegyi hadosztály van itt, amelyik a hadtestnek az egyik része, hanem a Bajor gárda, illetve a császári gárda is össze lesz vonva ebbe, hiszen ugye a trónörökös vezeti az 5. hadsereget, tehát így a császári gárda is csatlakozik a támadáshoz. Hát ez egy ilyen, tudják, amikor a hősköltemény, az utolsó roham. Tehát a német sereg pontosan úgy, ahogy annak idején, akik itt voltak a Schlieffen tervnél, tehát von Kluck-nak az egyes hadserege, amikor nem tudom, emlékeznek rá, hogy amikor megpróbálták a 42 napot. És az utolsó ütközet, amikor már Párizst látták. Na most ugyanez történik itt az Alpen Korpszal. Nem igazán tudják őket megállítani, ugye ez ugyanaz az egység, ahol Rommel vezet, tehát ugye Rommel is századosként részt vesz ebbe, tehát ő már itt is parancsnok az Alpen Korpsz, ez ugye a német elit katonák támadását jelenti. Mindent sikerül félre söpörniük maguk elől, a francia tüzérséget, tehát ugye a maradék tüzérségnek a lövéseink keresztül, a bunkereket, amit a franciák elég tudnak küldeni, azt ugye meg is próbálják, de mindenen keresztül gázol a német elit hadtest, és már ugye a katonák többen üzenik hátrafele, hogy látják Verdun háztetőjét, hogy gyakorlatilag 4,5 kilométerre vannak a várostól, ahol a nyári meleg miatt banális dolog, a katonák gyakorlatilag olyan szinten szomjaznak, hogy ugye muszáj megállni, tehát nem tudnak tovább, tehát fizikailag nem bírják víz nélkül az erőfeszítéseket. Tűző napsütés van, fedezék sehol, tehát árnyék nincs, tehát ezt gondolják, hogy ott nincs semmi, tehát mondom, holdbéli tájról van szó. És akármennyire is, tehát mint a csoda, egyszer csak ugye megindulnak a vízszállító, tehát megpróbálnak vizet szállítani előre a frontvonalba, mikor a francia tüzérség teljes erőből elkezdi ágyúzni a utánpótlás vonalat. Nem is értik, hogy mi történik, hát képzeljék el, hogy a franciák gázálarcba úgy, ahogy összetudnak szedni embereket, visszamentek a lövegeikhöz, mert pontosan tudták, hogy amennyiben a tüzérségük elhallgat, akkor ugye lefogják a németek rohanni őket, és a francia tüzérség újra, úgy, ahogy korábban is, elkezdi ágyúzni a német utánpótlási vonalakat, és nem tudnak átjutni egyszerűen az utánpótlás szállító egységek, nem bírnak vizet szállítani ki a frontvonalba a német elitcsapatoknak. Így azok, ameddig tudják, tűrik, hát ugye próbálnak kitartani, hogy akkor már odaszegezik őket gyakorlatilag a helyükhöz, nem tudnak tovább menni, tehát 4,5 kilométernél közelebb nem jutnak Verdunhöz. És a francia tüzérség egyre, ugye a tűznek az intenzitása egyre csak nő, egyre pontosabban lőnek, egyre több francia katona gyűlik körüljük, ugye mondom, hogy folyamatos ugye az utánpótlás. És ez az 5 kilométer ugye az életről és a halálról szól. Tehát a német katonák mindent megtesznek az utolsó rohamig, de ott egyszerűen a szomjúság mondhatni végez a támadókkal. És kénytelenek szépen lassan elkezdeni visszahátrálni a vonalaik felé, mert különben ott pusztul utolsó egységig a német elit hadosztály. Ezzel gyakorlatilag a németeknek az az reménye, hogy győzzenek ebben a háborúban, tulajdonképpen véget ért. Ezzel ez az utolsó olyan roham, ami még esetleg elérte volna a győzelmet, azonban az is ezek után ugye az Alpen Korpszot kivonják a frontvonalból, visszarendelik, és ugye, emlékeznek rá, hogy augusztusban, amikor a román támadás megindul, ők azonnal indulnak a keleti frontra, és ők mennek az erdélyi havasokba, természetesen a Kárpátokba harcolni, mert ők képesek rá, és tulajdonképpen ennek a vereségnek a bosszúvágya hajtja őket, és ezért ez is benne van abban, hogy rettenetesen elverik a román sereget ott a erdélyi részen. Igazából Falkenhayn itt már pontosan tudja, hogy
ennek az egész ütközetnek pont úgy, hogy a karrierjének vége is van. Ugye azt már csak az ő, tehát a császárnak a dönt, tehát a császárnak van annyi lelki ismerete, meg van annyi önkritikája, hogy mivel pontosan tudja, hogy ő kényszerítette rá, engedve a vezérkari tisztjének, ő kényszerítette rá Falkenhaynt arra, hogy vállalja tovább ezt az ütközetet, pedig ő ugye április közepén lefújta volna a támadást. Így nem rúgják őt ki, csak a vezér, tehát ugye a főparancsnoki státuszát veszti el, mert gyakorlatilag az erdélyi támadást, meg a Románia elfoglalását azt többen ő vezeti. Tehát az ő főparancsnoksága alá kerül a keleti terület, és utána ugye ő vezényli le azt a támadást. Innentől kezdve gyakorlatilag a németek, még július 11-én van egy ilyen nagyon minimális támadás az egyik szárnyon, egy ilyen utolsó utáni kísérlet, ami csak azért van, hogy a németek jelezzék, hogy ők azért még ott vannak, és a franciák ne készüljenek még olyan nagy mozgolódásra, bár ugye már nincsenek, tehát ugye a seregüket nagyrészt már kivonták onnan. Közben július elején megindul a Somme-i támadása az angoloknak, tehát a németeknek a maradék tartalékot is a tüzérségük nagy részével azonnal el kell szállítaniuk, hogy a másik frontvonalra, hogy megállítsák az angolokat, és így visszaszorulnak védekezésbe teljesen. Ugye ebben a vonalban, amit ők most itt tartottak Verdun előtt, ebben a vonalban vonulnak vissza, és megpróbálják megerődíteni. Ugye ez egy elég nehéz dolog, hiszen hát nem nagyon van mit, tehát csak lövészárkokat tudnak ásni, természetes fedezék az nem maradt az egész területen. Egyetlen dolog marad, ugye a tüzérségi párbaj, amit a franciák most már nagy fölénnyel nyernek folyamatosan, tehát gyakorlatilag innentől kezdve a németeket beleszorítják a földbe, tehát ők ülnek bent úgy, hogy nem tudnak kibújni, csak éjszaka, amikor a franciák nem lőnek. Ugye most már a franciáknak olyan nagy tüzérségi fölénye, hogy esélytelen, hogy a németek bármit is próbálkozzanak ellenük. Így viszont ugye a franciák folyamatosan gyűjtik az ellentámadáshoz szükséges erőket, közben Petent leváltják, mert bár hiába nyerte meg a csatát tulajdonképpen azzal, hogy megállította a német sereget, mivel annyira érzéketlen volt tábornokként a veszteségekre, tehát olyan szinten nem érdekelte, hogy mennyi francia katona hal meg, csak a lényeg az volt, hogy megállítsa a támadásokat, hogy a Castelnau nem bírta már, ugye mondtam, hogy egy kicsit romantikusabb típusú tiszt volt, így nem bírta egyszerűen ezt a veszteség listát, ami neki folyamatosan áramlott be a parancsnokaitól, ezért elcsapta Petent a vezetőségtől, és, vagy a vezetéstől, és ugye Nivel tábornokot bízta meg. A helyzet a következő, hogy ezt így előre elárulom, hogy a franciák visszasírják majd Petent, bár Nivel elméletileg egy nagyon kedves, szintén romantikus alkatú parancsnok volt, egyetlen problémával, hogy tüdőrákja volt. És ezért, amikor ez kiderült, ezért ő álmodott még egy nagy győzelmet 17-ben, aminek nyilván sejtik, hogy mi lesz a következménye. Tehát a lényeg az, hogy a francia hadsereg visszasírja Petent majd később, sőt, ugye Nivelt fogják kirúgni a későbbi események során. Ő fogja összeomlasztani a francia hadsereg teljes moráját. De itt, ebben a helyzetben, ugye ő váltja Petent, és meg is szervezi a francia hadseregnek az ellentámadását. Október 20-án megindul a francia roham, és tulajdonképpen nem azért sikeres, mert hogy a franciák olyan jó taktikával harcolnak, hiszen a Petent féle taktikát Nivel teljes mértékben elveti, ő visszatér az emberhullám taktikához, hanem azért, mert gyakorlatilag a németek már nem nagyon vannak velük szembe olyan pozícióba, ahol ellen tudnának nekik állni. Tehát addigra a német tüzérségnek a nagy része már bőven át lett szállítva a másik frontvonalra, illetve az egységeik is, az összes, hát ugye az összes elit egységüket elszállították, tehát minden veterán hadosztály átkerült a keleti, illetve a Somme-i front részre, tehát itt tartalékos egységeket tudtak csak bevetni, vagyis a francia egységek, amik addigra itt már ugye, mondtam, hogy folyamatosan ők cseréltették, tehát mindig friss hadosztályokkal szálltak szembe a németeknek, lerohanják gyakorlatilag a német állásokat, és december közepére pontosan oda, abba a kiindulási pontba verik vissza a német sereget, ahonnan február 21-én a németek elindulnak. Abba a vonalba verik vissza a németeket, hiszen azt viszont, mivel az egy megerődített vonal, ott persze elakad a francia támadás, hiszen ott már kikerülnek a saját tüzérségük hatósugarából, és odáig ott már nem tudják a németeket kikergetni. Nyilván így gyakorlatilag december 17-én, ugye a 303 napig tartott ez az emberiségnek, azóta, tehát az addig leghosszabb ütközete volt, ugye ezzel december 17-én véget ér.
Ugye mi az, ami utána maradt? Hát a veszteséglista, ami francia részről 163 ezer halott, 542 ezer sebesült és rokkant és ugye különböző szintű sérülésekkel ellátott katona, a németek 143 ezer halottat veszítenek, és 434 ezer egyéb ugye a teljes veszteségből. Ugye láthatják, hogy bőven nincs meg a németeknek a ölési rátája, amit terveztek. Ehelyett ugye egy sokkal borzalmasabb dolog van, 300 ezer halott. 300 ezer halott fiatal férfi, akinek tulajdonképpen semmi értelme nem volt, hogy meghaltak, hiszen 300 nappal később a két sereg pontosan ugyanott, de méterre pontosan, hiszen ugyanazokba a vonalakba vonulnak vissza, ahonnan elindultak. Ráadásul ugye ez a veszteséghez jön, amit már többször mondtam önöknek, hogy a régi, tehát a tankönyvekben a régi soha nem tették bele az eltűnteket. Ugye amit mondtam, több mint 100 ezer eltűntről vannak mind a két seregnek papírjai, akiket gyakorlatilag ők nem számolnak a halottakhoz, pedig tudjuk ma már, hogy az eltűntek ennél a tüzérségi tűznél elég nagy valósággal hova tűntek el. Tehát ezt nagyrészt mindenki tudja, hogy ők vagy olyan mélyen vannak a föld alatt, hogy soha senki nem találta meg őket az állandó gránát, ugye a gránáttölcsérek folyamatos forgása miatt, vagy egyszerűen szó szerint elporlattak a szerencsétlenek a tüzérségi tűzbe. Tehát tényleg nem maradt utánuk semmi, így eltűntként, tehát több százezer ember, sőt, több milliót tartanak nyilván a teljes első világháborúban, ezt már mondtam, akik eltűntként szerepelnek, de nincsenek benne a halott listákban, tehát a 10 millió halottat, amit az első világháború veszteségeként elkönyvelnek, ez valójában csak a papíron bizonyíthatóan, tehát megtalált fizikai testen rendelkező halottakról van szó. Tehát Verdunnél igazából nem tudjuk, hogy mennyi a tényleges halottaknak a száma, hiszen rengeteg ember, ugye mindkét hadseregnél, az németeknél 1 millió 200 ezer ember vett részt a háború, ugye ebbe az ütközetbe a franciáknál 1 millió 500 ezer ember. Tehát irodatlan számmal vettek részt a csatában, tehát igazából nem tudjuk, hogy pontosan mennyien estek el. És amit már az elején kérdeztem, ugye van ennek egy nagyon-nagyon különleges, borzalmasan szomorú, különleges hozadéka, amit se addig, se nagyon utána nem nagyon volt, eltekintve Hiroshima-tól és Nagasaki-tól nyilván, a vörös zóna létrejötte. Összességében tudnék, több mint 20 millió tüzérségi lövedéket lőttek be erre a gyakorlatilag zsebkendőnyi területre. Tehát, hogyha bárki, azért kérdeztem, hogy aki járt ott és látta, hogy ez a Verdun és a környéke tulajdonképpen mekkora területről van szó, az ottani kis erdőségről, egyebekről, egy alig, hát mondtam, 13 kilométer volt a front szakasz. Az egész. Tehát, hogyha ezt összesen megnézik, hogy 20 millió tüzérségi gránátot lőttek bele ebbe a területbe. Rengeteg gázgránátot, ugye, mert gázzal a franciák is lőtték egyébként, ugyanúgy a németeket gázzal, csak kevésbé volt. Most mondjam azt, hogy hála Istennek, tehát kevésbé volt hatékony a gázuk. Itt most nem arról van szó, hogy jaj, de jó, mert a németek megúszták, hanem arról van szó, hogy jaj, de jó, emberek nem haltak meg annyian, mint hogyha ugyanolyan hatékony gázt használtak volna, mint amit a németek is. És létrejött egy olyan terület, amit gyakorlatilag emberi életre alkalmatlanná nyilvánítottak. Ez 1918-ban, még ezért mondtam, hogy nem tudom, hogy mennyire volt akkor esetleg úgy, tehát hogy mára ez nagyon nyilván folyamatosan csökkentik ezt a területet, de még ma is van olyan terület ott Franciaországban, tehát ma a 2010-es években, ami még mindig járhatatlan, tehát tilos bemenni, vagy maximum katonai kísérettel, mert még mindig lehetnek föl nem robbant lövedék maradványok, illetve olyan fertőzött terület a földön, ami gyakorlatilag mérgező. Tehát még mindig mérgező az emberek számára. Ugye nyilván a falvakat letörölték a földszínről, tehát ott ember lakni nem lakhatott. Mindjárt mutatom. Ugye ez egy ekkora területről van szó. Ez 18, tehát ez a 18-as állapot. Ez egyébként máshol is jellemző, tehát ugye ott van Verdun, tehát ez a verdöni terület. Hát itt, ha megnézik, ugye ez Verdun. Tehát itt a piros terület óriási, tehát Verdunhöz képest nézzék meg. Tehát gyakorlatilag az egész, ugye ez egész Franciaországra érvényes, tehát ugye ott van Párizs, tehát látszik, hogy máshol is, tehát a fönt a Somme, meg tehát azokon a területeken, ott is ugyanezt történt, tehát ahol ezeket a tüzérségi csapásokat mérték egymással felek, ott ez mindenütt érvényes, csak ugye azért mutatom, hogy ugye Verdunnél gyakorlatilag ez a terület óriási nagy. Hát óriási nagy a vörös zóna.
Ugye a sárga is még szintén, tehát az is ugyanez a területet. Látják? Ugye mondom, mára ezek nyilván különösen ugye a Párizshoz közel, tehát ezeket a részeket megszüntették nagyjából most már, tehát minimális a mennyisége, de Verdun környékén még mindig van. Tehát ott még mindig van a vörös zónából egy bizonyos rész. Néztem képeket róla, van egy fotós, aki egy francia fotós, aki egy katonai, tehát katonai kísérettel, de fantasztikus felvételeket csinál. Gyakorlatilag az az érdekes ezen a részen, hogy mindent benőtt a természet, tehát mindent, nyilván a természet szépen lassan visszahódítja a területet, és mindent benő, de közben ott vannak alatta a nyomok, ugye mert a földet nem tudták visszaváltoztatni, tehát a földön nagyon jól látszanak a gránáttölcsérek, a szétrombolt területek, csak úgy nőtte vissza az erdő, meg a különböző, ugye a fű, az, tehát ami, ahol tudott a természet, visszavett mindent ezeken a területeken. Ha rákeresnek az interneten, nagyon jól, tehát meg lehet találni fantasztikus képek, mondom, direkt ezzel nem akartam az időt húzni. És tudják, az a igazán borzalmas, hogy ennek ellenére, az óriási veszteségek ellenére, az emberek, ugye mert mi emberek nem olyanok vagyunk, nem tanulnak az eseményekből. Hiszen ugye a borzalmas veszteségek ellenére még a 17-es Passchendaele hol van, még senki nem tudja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. És jövő hónapban akkor pedig jön a Csuzimai tengeri csata. Önmagában egy olyan esemény, ami egyedülálló a világtörténelemben, rendkívül érdekes, nyilván nem egy vidám történet, ellenben nagyon sok olyan epizódja van, ami miatt ígérhetem, hogy nem lesz ennyire lehangoló, mint a mai előadás. Viszont rendkívül tanulságos, és hogyha valaki úgy tervezné, hogy az azt követő jütlandi tengeri csatát is szívesen meghallgatja, annak pedig javaslom, hogy mivel nagyon-nagyon sok minden függ össze, különösen a hadihajóknak a taktikája, felépítése, egyebek, ami kötődik a Csuzimai csatához, így azt ajánlom, hogy azokat nagyon szívesen várom, hogy eljöjjenek a Csuzimaira is. Sajnos különböző technikai okok miatt, bár azt ígértem, hogy a jütlandi ütközetre igyekszem az összes hajótípust megszerezni és kiállítani. Egy rajtam teljesen kívülálló ok miatt ez sajnos nem fog létrejönni, csak részben nem tudtam beszerezni az összes hajót, mert némi probléma lépett fel karácsony környékén a külföldről érkező csomagokkal, így aztán ez úgy el fog csúszni, hogy mire meg tudnám szerezni a hajókat addigra, gyakorlatilag már az előadás itt van a nyakamon, és képtelen vagyok elkészíteni őket, úgyhogy ebben majd egy kis hiány fog mutatkozni, de higgyék el, azért nagyon sok érdekes, tehát nagyon sok hajót fogok bemutatni így is azok közül, amik részt vettek a jütlandi tengeri ütközetben. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel jövő hónapban is, és az azt követő hónapban is, hogyha Isten engedi és eltett bennünket.